Stanley, goes to represent. A harmadik köztársaság, haló! A negyedik köztársaságot megteremtjük! A negyedik köztársaságban a Lánchíd Rádió, a Magyar Katolikus Rádió, a Hír TV sugározni fog. A negyedik köztársaságban a Magyar Nemzet című napilap akkor is megjelenik, ha anyagi nehézségei vannak, mert a közösség hozzájárul, hogy megjelenjen. A negyedik köztársaságban Orbán Viktor. Nem kell! Elégedett székesfehérvári ügyvéd lesz, és a Magyar Labdarúgó Szövetség főtitkára. A negyedik köztársaságban senki nem fogja megalázni a jobboldali szavazókat. A negyedik köztársaságban senki nem fogja alkotmány erejű törvénnyel bűnöző szervezetnek nyilvánítani a Fidesz és a KDNP utódpártyait. A negyedik köztársaságban némi udvariassági és méltányossági szünet után ismét kormányra kerülhet a Fidesz. A negyedik köztársaság ma még ismeretlen közöttetek álló vezetői tudni fogják, hogy az ország egyik alapvető problémája az, hogy a termelékenységhez viszonyított munkabér Európában, Magyarországon a legalacsonyabb. A negyedik köztársaság új, még ismeretlen vezetői tudni fogják, hogy ha egyetlen családban csak egyetlen személy kaphat szociális segélyt, egy 5-6 tagú család havi 28 ezer forintból nem tud megélni. A negyedik köztársaság védeni fogja a magyar kisebbségeket Erdélyben, Délvidéken, Felvidéken, és védeni fogja a kisebbségeket Észak-Kelet-Magyarországon, Dél-Baranyában és a 8. kerületben. A negyedik köztársaságban az állam és a nép védeni fogja a nemzeti örökséget, és nem fogja eltűrni, hogy az utcákról eltűnjék az antifasiszta ellenállás minden történeti jele. És rendbe fogja hozni a székesfehérvári királyságot. A negyedik köztársaságban nem lesz lehetséges az, hogy a honpolgárok, ha úgy gondolják, ne szervezhessenek népszavazást, ne indíthassanak sztrájkot, és a választási rendszer torzulásai miatt ne választhassák meg képviselőiként azokat a nőket és férfiakat, akiket kedvük van megválasztani. A negyedik köztársaságban nem a kormány
és a világtőke között fog folyni a harc, hanem a honpolgárok között fog folyni a harc azért, hogy hogyan lehet az életünk kiválóbb, szebb, kielégítőbb, örömtelébb, vidámabb, értelmesebb. A mi eszménképeink nem a hatalmasok lesznek, nem a véletlen folytán elhíresültek, nem a gazdagok, és nem is azok, akiktől valamiért félni kell. A negyedik köztársaságban azok lesznek a hőseink, akiket szerethetünk. Ennek a köztársaságnak a napja el fog jönni. Hamar! A napja el fog jönni, legyen ez a harc nemes, önzetlen, kíméletes és minden gyalázattal szemben könyörtelen. Mi nem a kiváltságosok nemességét, hanem a gondolat nemességét tiszteljük, nem hatalmasokat kívánunk magunk fölé emelni, hanem az egyenlők közösségében kívánunk félelem, nyomorúság, kilátástalanság és hazugság nélkül élni, mert hiszen emberek vagyunk. Ne feledjétek, hogy ma Magyarországon nem eltévedt és megtévedt vezetői képviselik, hanem a nép. A Magyar Köztársaság, amelynek sok a bűne, amelynek a fönnállása alatt a vége felé lehetségessé vált az, hogy megbüntessék az embereket azért, mert szegények, nincs többé, de lesz helyette jobb, meg fogjátok csinálni, meg fogjuk csinálni, éljen a köztársaság! Yeah!